baszki, azt a kurva! Oh. Bocs. BioWare. Ez, talán ez is magyar lesz már amúgy. Riviai Geralt volt a neve. Tudom, hangos, nem baj. Élvezzük. Witcher volt, egy professzionális szörnyvadász. Szokatlan feladatot kapott. Törjön meg egy királylányát sújtó átkot. Egy éjszakát kellett a hercegnővel töltenie. Alkonyattól pirkadatig. Egy kis érdekessége. Csak éppen a hercegnő egy halálos szörny volt. Ha valaki olvasná a Witcher könyveket, így kezdődik a Witcher könyv. Az átokért felelős áruló lett, végül a csali. Picit lejjebb eszem. Ez 50 TI-ja simán lenne. Hagyjuk már, az első az... Nem, most csináltak egy Definitive Edition belőle, ez Definitive Edition már, de nem lehet belőle. Meg is kérd egyébként a játék, hogy melyik verzióval akarsz játszani, amikor elindítod. Talán, várjunk, a Definitive Edition ingyenes upgrade volt. A eredeti Witcher, aki birtokolt, az meg kapta update-ot, most azt nem tudom pontosan. Pandi, majd kértek kategóriaváltást. Vagy kacsi. Talán úgyhogy Witcher, Definitive Edition, vagy lehet, hogy elég Witcher. Witches. Aha. Bitches. Bitches, bitches. Majd videó után átírom én. Én valószínűleg úgy menne, hogyha Witcher Definitive Edition próbálsz. Witchcrafty! Egyre jobb. Vagy Witcher 2. Definitive Edition. Micsoda harcok. Strigával. Striga. Hagyjat majd átírom én. Tár. Furcsa. Most akkor nem is reagál. Elővette a láncait. Az jó játék, igen. Igazából ilyenkor semmilyen nevet nem ad, azt hiszem. De hát semmilyen nevet nem adhat, mert valamilyen név kell. Vagy kategória. Annyira pontosan kell beírni a játék nevét sokszor, hogy azért nem működik. Vagy van valami külön kódja. Például a Stream Racer-t hivatalosan úgy kell beírni, hogy Stream Racer 100%-jal 20%-ja. Azt hiszem így valahogy. Tök fura. Hogy elment a hang elő? Micsoda Assassin's Creed mozdulatok-e? Ó, oh, igen, igen. Ott is nagyon figyelni kell, hogy írod, na. No?
És most vedd elő a kardodat. Ó, oh, ja, box. Ó, oh, az is működik. Na. Így már jó. Szuper, ilyesen. Akkor még egy címet majd én írok. Valamit. Kedvesz Tamás szivárvány hatos tromot. Levágta a haját. Megijedt. Amúgy csak szólok, hogy ebben a játékban lesznek szex jelenetek. Vannak. Meg lehet hágni a nőket. És lehet gyűjteni ilyen kártyákat róluk, ilyen pucérképeket. Akkor már jó. Miért nem kickstream? Gondoltam, hogy majd átváltok. Majd kicsit később talán. De a Twitch-en elfogadott. Vannak játékok, amiket lehet streamelni, attól függetlenül, hogy vannak pucér jelenetek benne. Van, ami elfogadott. Mint volt a... Volt az a csaj, ami full pucér volt és zuhanyzott. A melyik játék volt? Ez Fandit, lehet tudod. A... izés. A Fahrenheit valami, nem Fahrenheit. Ja, majd halkítom is, csak nem akarom most katolni, mert kattintok, aztán tuti skipeli a videót. Na igen, ugyanez, így kezdődik a könyvbe is egyébként, a sztori, amit itt láttak. És visszaváltozott a lány. Egy... Úgy van, hogy egy király hívja. A Witcher az átkot megtörte. Igen. Hírnevet szerzett. Úgy van, hogy egy király hívta a vajákot magukhoz. A kard, a balta és a megvetés ideje következett. Riviai Geralt eltűnt, feledésbe merült. De ez már egy másik történet. XXXP Stubert. XXX. Új név. Wow. Tehát Sex with Hitler nincs elfogadva. Hát azért már ilyesmi nem? Az érdekes játék lehet. Állítsuk be a dolgokat először. Magyar, először, uff, rátérünk a hangokra, mert elég gyilkosak. Megpróbáljuk mondjuk mindent a felére venni. EAX engedélyezése, nem is lehet bekapcsolni. Na, sokkal halkabb lett, oké. Okay. Hang kikapcsolása. Környezeti hangok. Még legyen egy ötös. És állítsuk be itt a grafikai beállítások, azok hol vannak. Beállítások. Látható tájnevek megjelenítése. Ez gondolom olyan, hogy elmegyünk a tárgyak felett, és akkor írja. Az legyen. Kameramód magas izometrikus, alacsony izomét váll fölötti. Megpróbáljuk az alapot. Magas izometrikus. Részletek. Mehet minden. Is. Mélységélesség. Az inkább kikapcsolva. Kisállatok száma. Ezek ilyen kisállatok. Az mi? Ilyen kisállatok. Szörnyek, vagy valami szúnyog, vagy mi? Ja. Oké. Okay. Érdekes. Ó, oh, újraindul a játék, talán. Ennek nem indult újra, csak a menübe dobott. Hímet, ám minek? A napi elég lenne egyszer, és az végig egyszerűbb lehetne úgy. Ám, igen is, meg nem is. Statisztikák azt mutassák, hogy a címvált, tehát hogyha új néző keres Twitch-en tartalmat, hogy mit nézem, akkor nagyon is nézik a címet. Nem mindenki csak kategória alapján keres. És egy frappáns cím, vagy valami, az sokat dobhat. És ha nem releváns a cím, akkor... Érted. Szóval... Elvileg számít. Na hát akkor kezdjük el a Witcher
vaják kalandjainkat. Mi ez, hogy válasz játékmód? Játszod The Witcher-re, lépj be egy sötét világba, ahol nincs jó és rossz, csak döntések és következményeik. Vásd be magad az új kalandokba, amelyeket mindig, mind egy-egy különálló történet mesélnek el a The Witcher karakteréves egyedi világával. És gondolom van ilyen, hogy van a főjáték, és vannak ilyen, mint valami DLC, ilyen külön kalandok a karaktereknek. Kezdjük a rendes játékot el, szerintem. Könnyű, közepes, nehéz. Tapasztalatlan RPG játékosnak az előadás könnyebb, az alkimista nem szükséges túléléshez. Vagy közepes, vagy nehéz lesz. A legtöbb játékosnak ajánlott szint a harc jelent némi kihívás, és az alkimia is hasznos lehet. Tapasztalat RPG játékosnak az előrehaladás sokkal nehezebb, szintlépés nagyobb kihívás, az alkimia ismeretek nélkülözhetetlenek a túléléshez. Na, én egyébként a Witcher 3-at én úgy vittem, hogy legnehezebb difficulty-n is kipróbáltam, és tényleg nagyon lesz, nagyon szükséges a alkímia ismeret azért ott már. Jó lesz a könnyű? Na persze! Csak a nehéz! Lehet ezt változtatni játék közben? Az a nagy kérdés. Próbáljuk meg, próbáljuk ki. Verjük ezt a játékot, lehet játszani, hogy csak egérrel. Az egész által előtérbe helyező, könnyen elérhető, izometrikus kamerával bíró jelentés a mód. Alkalmi játékosoknak ajánlott valamit azoknak, akik csaták során szeretik átlátni a harcteret. Wow, ezt nem is tudtam. Ennyit nekem van kapcsolva a kontrollerem, de nem érzékeli a játék. Ez inkább kontrollerrel lenne ajánlott, nem? Hát akkor ez bilancsizat egér. Akik test közelből szeretik megélni a harcokat, azoknak ajánlott. Meg lehet választani a játék módján, vagyis a játék alatt majd. Szívni akar szebb is vagy nem az a kérdés, ezt egére lehet az elsőt. Előbb itt ki a tutoriát. Biztos lesz karcsi az elejét tutoriát. Nagyon mindenkizet egér. És majd a játék elején megnézzük a menüt, hogy lehet-e változtatni nehézséget. Fejjel vissza a hangot, megnézzük, hogy mennyire hangos nálatok. Aztán majd korrigálva lesz, ha esetleg nagyon. Az északi királyságok 5 évig nyalogatták a sebeiket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított, tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. Nem is annyira rossz a szinkron. Az erdők mélyét, az utakat és a korábbi csatatereket torz szörnyek uhalták. A városokban és szalmakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a Witcherekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború. Jó, régóan játszódik ez a történet. Ó, mekkora villám! Geralt a fejébe hangol. Aha, nincs kontrollás support, akkor ki is dugom. Oké, és... Csak attól félek, hogy át fog kattintani majd a másik monitorra és ledob a játékben. Sajnos át lehet vinni a másik monitorra egeret. Remélem nem lesz ilyen gond. Tobi Pókemerének a magyar szinkron hangja volt? Amúgy tényleg nagyon hasonlít rá. Meg kéne nézni, hogy kik a szinkron színészek alatt. Feküdj le, mindenre. Picit lehetne még a beszédre hangerőt rakni. Ne, skipeltem! Ne, sorry! Basszus! Nem akartam skipelni, hanem hangérőt akartam állítani. Kattints a balegír gombbal a kardra, hogy felvedd. Ó, basszus. A beszédre rakjunk. Van olyan? Szöveg hangerő, párbeszéd hangereje. Itt a kard. Kattints a balegír gombbal az ellenfélre a támadáshoz. Piros életerő kijelző látható az ellenségen és karakterek lábán a zölddel jelölt karakterek barátságosan viselkednek Geralta. Oké, pirosak ellenségek.
Igen. Na itt a kombat olyan, hogy csak kattintasz és vársz, de viszont lesznek kombók. Amikor megvan, hogy mikor kell kattintani és hogyan, meg ilyenek. Menjünk, nyomogatnom kell abban a gombot? Vagy csak elég egyszer megnyomni? És autóattack. Na erre most már nem emlékszem. Sebezzük egyáltalán? Még azt írja, hogy túl gyors. Na várjunk itt, meg kell tanulni azt. Befejezi, aztán újra kattintani kell. Megállj! Na értem, szóval újra kell kattintani, amikor befejezte a kard mozgását. A webfelti kamerádon Geralt vast gombokkal mozgathatod. Kamerát az egére forgathatod. Nyomra tartod a shift gombot, szabadon mozgathatod a kurzort. Aha. Oké. Okay. Körbe kerítsük őt. Menekül. Jó, meghalt. Miért vicces, hogy a feje felett lógassam. Hogy érzed magad? Jól. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák. Ó, itt van a hogy is hívják? Azt mi is tudjuk, Marigold. Marigold. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslatait közül. A megfelelő időben, Lambert. Azért amúgy jól néz ki, nem? Elég. Ellenőriznünk kell a többi lehetséges átjárót. Elég szexi. A felső udvarhoz. Azt hiszem egyébként a Geraldunknak amúgy van egy kis köze Marigoldhoz. Nem vele csalja meg a Yennefer? Vagy a Triss. Nem vele csalja meg a Triss Marigold, igen, a teljesnál. Nem megcsalja Yennefert? Yennefert, sose tudom, hogy kell, vagy Jennifer. Mindig Jennifernek mondod, de tudom, hogy Yennefernek mondja. De vele csalja meg, na. Kis huncut. A banditák egész jó unaloműzők. Ja, csak úgy poénból gyilkolászom őket. Igen. Ez a hobbim. Amúgy itt is nagyon rossz helyen vagyok, mert akarom a életerősámot, szóval picit így rakom magamat. Lehet, hogy így jobb lesz. Na, most még nincs kép, jó már van. És még egyetlen egy dolgot megnézzünk. Aha. Pedig van kapcsolva teljes képernyő. Na, nem baj. Leo! Bármelyik percben ide érhetnek. Olyan érdekes, olyan régáltat a magyar szinkronos játékot. Emlékezz, Geralt. Az emberek gyűlölnek minket, mutánsokat. Ó, igen. Még nagyon is gyűlölnek minket. Mi érdekes ez a piros nézet, vagy mi ez a lefolyó piros üzeítem. Space-el állítsuk a játékot. És volt még valami olyasmi, hogy lehet szabadon mozgatni a egeret. Valami módban. Már nagyon rég nem szinkronizálnak, mert nem éri meg, na, sajnos. Már csak a szinkron sarok próbálkozik még. Ez már tényleg nem éri meg, mert most érted? Egy rémsáska. Egy kegyetlen. Rémsáska! Szavolla, ismerem őt. Egy őrülten ambiciózus. És mit fizetnének emberek érte? Lehet amúgy. Négyit nem hoztam be. Most irányítsák a sáskát. Eljönnek ide, készüljetek! Még többen jönnek, betörtek a felső Olyan udvarba. Kisfiú hangja van. Az a szemüveges a professzor. Nagyon kisfiú hangja van. Varázserőt érzek. Na igen, egy igen, a fant, igen, már dolgoznak rajta. A első Gadoforna. 2019, igen. 18. Tudod az utat, menj! Nem is az első, hanem a triplások közül, ahogy mond. A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Pici a cicie, de aranyos. Kívüli. Nem hallottam a varázslóról. Marigold, jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod-e Savollát? A többi a vicseret dolga. Megfogom. Az jó lenne. Közelednek. A rémsáska nagyon veszélyes, nem? De érzik az erős zajokra. Menszőrzetünk van. A harangok a felső udvarban. Pontosan. Ez kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és a banditákat. Leo, lépj hátra. Geralt,
te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. Most emiatt az illegális sas a tartás indokán keresik őt. Lát is az állatkáját, mi alatt mi felkészülünk, hogy foglalkoztassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Valamit ki fogok találni. Várjátnak. Csináljuk! Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt nem, visszavodunk. Nem is, melkas szörzet, nem már szörzet. Kövesd a falat és törj át a toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső udvarhoz. Egyedül? Igen. Ők csak banditák. Mit félsz? Bár az egyik kis erős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Sok szerencsét, farkas! Megközünk belőle. Kövesd a mindentékében lévő irányjelzőt és megtaláld a küldetésed helyszínét. És a M betű a map. Ha! Ide push! Ide push! Kapucsörlő. Kapucsörlő. Megtanulunk új szavakat a mai streamben. Ja, várjunk! Nekünk... Útris. Tényleg, irányítsas! Irányítsas sásat! Jaj, basszus! Közben jönnek ránk, ki kell nyitnunk a kaput. Sokkal keményebb ellenfél leszel, ha összefűzöd a támadásait. A támadás érted után csak akkor kattints a balagér gomba, akkor megrátod a narancsága karnyomot. Ha? Precíz időzítést igényelnek az összekapcsolt támadások. Ha túl hamar kattintasz, megszakad a támadás. Ha túl gyorsan, újraindul a mozdulat sem. Hát én ebben nagyon jól leszek, ez easy lesz, meglássatok. Remélhetőleg. Osu után. Jó, ma nem volt osu, de akkor is. Menjünk, amikor a narancsága. Ja, látom egy nagyon pici pillanatra. Aha, most például sikerült. Jó, megyek, Triss. Salamandra bandita. Köszönöm szépen. Innentől speedrun. Ó, ketten egyszerre. Na, most nem jött össze. Lássatok, nagyon picit narancsága. Most sikerült például. Azt is megbánom, hogy megszülettél. Na, mindjárt te is. Azt ott kellene még élni, bárcsak élnék még. Elkábítottad az ellenfeled, a bal gombbal végezhet vele. Vannak kill move-ok, ugye? Olyan kritikus hatással járhatnak, mint a kábítás, vérzés, a fájdalom. Vágd le a fejét! Hát össze... Ezek akkorát rögtem, hogy még kaja is kijött az... Hogy összerottyant? Szia, Dávid! Üdvözöllek, szervusz, szia! Puszi! Merre megyünk tovább? Erre fel, vagy erre? Szerintem arra. Menjünk, nézzünk körül, hogy van itt valami. Új helyszín kapu. Hát, ha valamit rejt itten ez a hely. Nagyon érdekes a mozgás. Néha, hogy megakad a karakter. Oh. Levárlak te disznó! Mindjárt megyek hozzátok. Megyünk erre. 83%. Úristen, hát ezt megdönteni nem lesz egyszerű. Visítani fogsz, mint egy kutya. És kivégezzük! Pam! Ó, itt a feje, lássatok, ott a feje. Tényleg lerepül. Pam, pam, pam. És kivégezzük. Arra vagyok kíváncsi, hogy ketté lehet nyársalni őket. Milyen durva lenne már. Hogy elrepülnek. Mi van a disznóval? Disznóval. Ott a szerelmünk. Jársani biztos nem max hasítani? Oh. Úgy mondják, hogy hasítani, azt hittem, hogy nyársalni. Gyors stílus segítségével legyőzheted a mozgékony ellenfeleket. Amikor használtad ezt a stílus, csak rá kell kattintanod a macska ikonra, vagy meg kell nyomod az X gombot. Oh, és akkor a heavy emberek ellen meg lesz majd heavy attack, vagy normál attack, ugye? Szóval X. Nem, hiába nyomok X-et, nem vált. Ja. Most vagyunk gyors atakban. Ja.
Ha nyásolod, akkor felszorod? Hát igen, megint botokat kapsz. Mi ez a valamit csinál? Erős stílus. Az erős stílus a nagyobb páncélos NFL-ek lejöttéset idáig, bármikor azt látod ezt a stílus, rá kell kattintod a farkas ikonra, vagy meg kell nyomod, hogy Y-angon volt. Ha! Oké, van Y, XY, és mivel váltok vissza normálba? Majd. Nem tudom, azt még... Azt jó, akkor... megbánod, hogy megszületek! Igen? Na gyere! Mert még, ja, még csak kettő van, a heavy meg a gyors. Még nincs annunk, hogy normál. Octa! Micsoda mozgások? Hogy ráugrott? Ez a Zero Vero? Zero Vero? Hol látta olyat? Ja, kit bekaptál valakit? Nem tudom. Ja! Ja, arra gondol. Hát már kifogyott. Megmutatom, hogy mit csinált volna, jó? Megmutatom. Mert csak becsuktam a programot. Ezt csinálta volna. Ezt. Space gomb lenyásol be vagy kikapcsolva az aktív szünetmódot. Aktív szünetmódban stílus és jeleket változsz harc közben. Szia Attila! Dávid, Attila. Aktív szünetmódban stílus és jeleket változsz harc. Ez jó, mert amúgy át lehet gondolni, hogy hogyan közelíted meg. Például ugye rajta használsz gyors attackot, rajta meg heavyt. Szóval akkor kezdjük gyors attackkal. Visítani Fox! Még lehet, hogy inkább először a nagyobbikat kéne megölni. Most heavy. Jó. Dead. Hú, basszus, van, aki tíjászok. Fuck. Ez micsoda, ezt meg ne gyújtani? De nincs ignink, hogy tényleg jeleink vannak? Igni, meg ezek. Nem tudom, melyik gomb. Szerintem azt később kapjuk meg. Bam 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 bam. A csatorna pontra érthette. Nekem nagyon nem megy ma az ellen lépent a meccseket, de... Örgandom, ti megint fogykos vagy, én nem vagyok jó. No. Hát nem mindig lehet a te napod. Sokkal fényesebbek lettek a fények, what the fuck. Jaj, ne! Elkapcsoltam, sorry. Nem akartam. Nem akartam. Sorry. Nem tudunk átjutni. Nem tudok átjutni. Üves vissza Szavolához. Hello. Milyen bukpencet nyomott? Miért nem üti? Miért nem üti? Ja, heavy-vel kell. Oh, I get it. És most befejezzük. Oh. Az nice. Kurva jó. Harang. Mi lesz, ha... Van itt üst is. Ó, oh, szia! Szembe szállsz a szalamandrákkal! Igen. Csak védekezés még jó lenne. Ez lehet, hogy majd lesz. Vagy felesleges. Ez mit csinál? Nem tudom megmozdítani az üstös, túl nehéz. Talán használhatnék valamilyen mágiát. Nincs mágiánk. Vagy ha van, akkor nem tudom melyik gomb. Ordó, ebbe lehet loot. Benji, ez kurva jó volt. Milyen a Geralt neve, ha helyett nőkkel operálnom? Bicsenre. Ez kurva jó volt.
Most látod ki, vagy látod valahol? Itt a ijász! Nem találsz el? Menned kellett volna, amikor mehettél volna. Igen. Akkor az vita mögöttünk, az... A kis Bajgunár. Citadella bejárata, nem ide kell jönnünk amúgy. Most a nyilat kell követnünk ott fent, jobb oldal, az piros nyilat. Kivégeznek! Ezek a bukmenceket esküszöm magától csinálja. Nem tudom, melyik duplán nyomok D? Ilyen duplán nyomsz gombot, ó. Oh. Hátra is tud bukmencezni? Hátra nem tud. Előre se tud bukfencezni, de oldalra... Hájó, most meg nem adja be. De csak harc közben, szerintem csak harc közben lehet bukfencezni. Érdekes. Nincs arra gomb, hogy elővegyem a kardomat? Aha, F-fel lehet így megforgatni a kamerát. Fegyver. Elő tudom venni így, ha ide kattintok space-el. De másképp nem? Biztos van erre is gyors gomb. Q! Megvan! Q! Oké. Okay. És Q-ba is lehet váltani módot. Melyiket használod. Ne nyújtj, kacsi! Ez nem bukfenc, hanem dodge. Igen, ez tényleg dodge. Ez tényleg dodge. Ez, akkor beszéljük meg, hogy ez egy ilyen fél bukfenc, jó? De szar itt a lépcsőn harcolni. Gyertek ide! Közelebb jött neked véged. Nem. Ha nem jöttök ide, akkor lemegyek én. Ittene. Gyertek. Szórakozz és meghalsz. Igen. Szórakozok én veletek. Le is van vágva a feje. Hát milyen, ne, tök könnyű ez a játék, még nehezen is. Jó, ez még eléggé eleje. majd, hogyha lettek nagy szörnyek, nem emberek. Emberekkel mindig is könnyű volt harcolni, hogyha van jó fegyvered. Az ilyen szörnyek, az már más. Ahogy érdekes, mert a hasán használjuk aztán a fejesikre. Az, hogy kinyíljön a kapu, rá kell kattintanod egy csöllőre, a bal eger gombbal. Csöllőre. Tényleg az alt gombot, hogy ezzel kiemelted a környék összes használható tárgyát. Ó, ez menő. Alt gomb, aha. És akkor így... Egyszer nyomom meg? Szerintem egyszer nyomom, aztán már mutassa. Nice. És beengedjük őket? Na bakki, megjött a sáska. Talán? Ez az. Ki lett szorítva? A francba, Geralt! Csoda, hogy életben vagy! Szólhattál volna a lépcsőkről. Lambert és Eskel azt hitték, hogy megjön. Mirágít a csöcse! Mirágít a csöcse! Mi alig, ha vagyunk kőművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártoronyban rejtőznek. Nézzetek szembe az világi itt a csöcse! Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak titeket. Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard de és óró. Nem volt a tapsnak hangja. Kiszűri valószínűleg, ez még halk hang, no? És ezt te is tudod. Valaki a híres mutagénjeiteket akarja. Valószínűleg ez még zajnak gondolja a háttérben, de muszáj zajcsökkentést kapcsolnom, másképp felveszi a gép bugását is. Ja. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat fordítanunk egy ilyen erős mágusnak egy rémsáskával a nyomunkban. Nem engedheted be a banditákat a laborban. Nem is akármilyen sáska, rémsáska. Igazad van, mint mindig, drágám. Szerelmem. Geralt, te már ismered a mágusokat. Találd ki, mit akar. Leo majd vezet téged. Csak felderítés, vagy
Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, Farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. El tudom intézni. Na persze, ilyen fiús hanga. Leo biztos el tudja intézni. Ezeket a főzeteket. Amit, hogy egy 10 éves voice actor lenne. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Fecskét gyógyítunk. Elmondhatom, hogy működnek. Oké. Okay. Biztosnak kell lennünk, hogy senki más nem fog bejutni. Chris, drágám, maradj velünk arra az esetre, ha Szavollának új ötletei támadnak. Lesz olyan főzet is, hogy lázadban, mert van a macska főzet, azt megígyeztem még, abban ugye este láthatunk. Lányokat szeretnék használni, Katics a batyú ikonra képernyőn, hogy nyomd meg az I gombot in inventory. Katics jobb gombbal a villámfőzetről az elfőzetesehoz. Speciális zsebekbe is lehet rakni, gondolom ilyen quick slotba. Vidd fölé a kürtöt, majd nyomd le és tanss is úgy a bal egér gombot. Nézzük meg. Ha? Van itt sörünk, ami igazából semmit nem csinál, csak arra, hogy részek legyünk. Kovakő, tüzetgyújtás segítségével egyszer használatos. Megnövel a sebzés, de ellehetetleníti a védekezést, és jelentősen fejlődési az életerő regenerációdat. Na most... Hogyan rakom quick slotba ezt? Ide? Egy quick slot lehet csak? Szerintem igen. Ja, még itt is. Ezeket már nem engedi ide rakni. Nem, ide gyűrű megy. Ide gyűrűk mennek. Oké. Okay. Szia, Twitch Hun! Boldog szinkronos vajáskodás mindenkinek. Cuki vagy. Köszi szépen. Hogy vagy? No, Bishop mester hangja. Trisztek, én mindig világít a... Igen. Mi érdekes, ha meglököm a Trist, akkor ilyen low FPS-be esik el. Lássátok? Milyen érdekes. Ilyen szaggatva. Maradványok. Milyen maradványok? Ja, emberek? Lehet, itt még van valami loot. Sör. Megyünk a citadelába. Jó, kész vagy? Készen állsz, Geralt? Igen. Ez az első igazi küzdelmed? Nem, de embert még nem öltem. Oh. Maradj közel hozzám. Gyerünk befelé! Szerintem egyik legjobb magyar szikrás játékja. Geralt, várj! Mi történt? A vicces hangja. Valami erős lehet odabent. Érzem. Hidd meg a villámitalt, amit veszem iradott. Oké. Oh, oké. Okay. Okay. Villámital. Itt van villámfőzött. Többet sebzünk, de a védekezésünk az gyatrább lesz, nem baj. Vigyázzik van a felek között, így több információt is megtudsz róluk. Aha, ittem. Itt lehet látni. Ezt pont kitakarom tökéletesen. Mendőgés, okozott sebzés 100%-kal nőtt. Kitérés valószínűsége 50%-kal esett. A hárítás valószínűsége 50%-ra esett. Szóval kétszer így sebzünk, de viszont fele annyi a védekezésünk. Szerintem megéri a trédet. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnöm a mai edzést. Na, fejlődsz. Megütötted Lambertet? Gyakoroltunk, mikor a vihar jött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomron ütöttem. Nagyon vicces lehetem. Oh. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Mindig, mikor Lambert legyőz, azt mondja, hogy van bennem tehetség. Új naplóbejegyzés, karakter, Dioro. Ezeket majd elolvasok amúgy. Egy kis lore is legyen meg. Igen, ez a dodge, ugye? Ezt már megtapasztaltuk, hogy hogyan kell. Szórakozz és meghalsz! Szórakozz és meghalsz! Ja, heavy-heavy-heavy-t kell használni. Ez az. Mindegy disznó! Ezek a beszólások nekik annyira jók.
Azaz. Leo, még mindig harcolsz? Leo, mennyit sebeztél rá? Semmit? Az jó, segítek, jó? Nagyon hasznos vagy, Leo. Örülök, hogy te vagy a társam. Biztos ilyen fakadja van. A csoport a stílus segítségével leülszed a csapatba verődött gyenge ellenfeleket. Bármikor kiválasztod ezt a stílus, csak kattints a griff ikonra, vagy nyomd meg a C gombot. Ja, gondolom, hogyha körbevesztek minket, akkor van ilyen atak, amivel egyszerre többet tudunk sebezni. Körbe. Védekezését minek, ha már mondod, hogy könnyű, nem hinném, hogy kéne. Jogos! Hát eddig könnyű még így elején, jó. Majd az első faluban a kislányokkal próbálj meg beszélgetni, imádni fogod a hangot. Na, kíváncsi vagyok. Okés. Fogunk. Hogy soha többé se nem fogom jól érezni magam. Mindenki, aki PC-t nézi, meg fog halni. Ó, tényleg itt van. Miért halnátok? Hogy átugrottuk az ellenséget? És itt most körbe támadunk. Aha. Assza! Hát ez darán rendesen. Wow. Jó, elég így kétszer rákattintani és felveszi a lootot. Felveszünk minden aranyeret felvettük. Amúgy hogy hívják? Orennek hívják a pénzt itten? Oren, aha. Nem aranyér. Oren. Hopp. Viszont picit érdekes. Rákattintottam és ide jött. Értem, mert... Tehát érdekes, mert ugye... Ez a embernek a feje. És rákattintasz, hogy lootolni akarod, de viszont a fejéből nem tudsz lootolni, ezért odafut a testéhez. És onnan tudod felvenni a lootot. Milyen fura. Ugye azt mondja, szórakozz és meghalsz, szóval nincs buli. Nincs party, nem szabad. Ide be tudunk menni a konyhába? Zárva. Ó, de átlátni rajta. Ó, micsoda csítek. Öreg szekrény. A tűz. Vissza ebben a játékban is cheated, ugye, Karcsi? Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Menjünk. Pikten csalik! Hát nézzük a szart. Az energia, amit az elekréből vontál ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a vicsereket? Panaszkodtál, hogy szavolláé lesz az összes, és neked egyet se hall. Na annyira ismerős ez a hang. Honnan van ez a hang? Nagyon ismerős. Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott Witcher egy ismert gyilkos. Leo, szívesen megküzdök vele. Gyerünk, kis professzor. Az idő a legfontosabb. Ez a hang. Uralom az elemek körének erejét. Nem jelentenek veszélyt. Nem tudok átmenni. Visszadolgozni. 15 percen belül készen akarom látni a mutagényeket. A vicserek ne zaklassanak minket. Most azt hiszem, hogy kell találni egy másik átjárót. Elvágták az utunkat. A mágikus akadály elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Kirabolnak minket! Geralt, tisztítsd meg az utat, hogy el lett használva! Jel? Az árd. Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujjam. Jönnek a jelek. Varázsold az árdot a törmelékre! Nem emlékszem a jelekre. Oh. Menjünk az elemek köréhez, Istenem. Amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Milyen tanuló voltál, Geralt, hogy nem emlékszel a jelekre?